mondanám, hogy hagyományápolásból jeles, de van egy kis differencia, mert hogyha azt mondom, hogy a Miskolci Petőfi Sándor középiskolai fiú kollégium az egyik leghagyomány őrzőbb intézmények egyike, akkor is igazat mondok, de ha jól belegondolok, akkor van egy kis tévedésem. Mert bár a nevet az kezdetek kezdete óta viseli a mai napig is a fiú kollégium, és a névvel kapcsolatos emlékező ünnepségeket is rendre megszervezik, ám ha jól belegondolok, akkor középiskolai fiúk kollégiumként volt némi hiányosság, vagy legalábbis hézag az eltelt évek során, hiszen 1992 és 97 között lányoknak is otthona lett, de ettől függetlenül az, hogy a hagyományt őrzik, ápolják, annak bizonysága van, íme itt az egyik előttem egy meghívó, amely a 2000 2017-es Petőfi emlékünnepségre invitálja a látogatót. Milyen jelentőséggel bír egyébként a hagyományápolás a kollégium életében? Polyák Ferenc igazgató Hát körülbelül a rendszerváltozással, a rendszerváltással egy idejű ez a rendezvényünk, amit minden évben a Diákönkormányzat és a Nevelőtestület együttesen karöltve Petőfi hét néven megrendez. Hát ez egy sport és kulturális rendezvény tartalmaz, és a nyitó napján pedig egy Petőfi emlékünnepséget, amikor a névadunk emlékezete előtti tiszteletadás jegyében rendezzük meg ezt a Petőfi hetet. Ebben benne van minden, ami, ami a kollégium pedagógiai küldetését tartalmazza, mindenféle hagyományőrző esemény. Így például az is, hogy új diáktanácsot választanak, akik fogadalmat tesznek, vagy amelynek tagjai fogadalmat tesznek, aztán azt is, hogy megszervezik az informatikai verseny különböző korszakos fordulóit, vagy éppen sportbajnokságokra gondolnak, és így tovább, ugye? Így igaz. Hát ennek a Petőfi hétnek van egy bizonyos kerete, ami, ami fix és stabil, ami igazából adja az egésznek a vázát. Hát ennek a nyitópontja, amit ön is említett, ez a Petőfi emlékünnepség és ennek keretében a kollégium új diák tanácsa megkoszorúzza a névadónk aulában lévő szobrát, ami egyébként Borsos Miklós alkotása. Leteszi fogadalmát, átveszi a kollégium zászlóját, és úgymond felesküszik, és hivatalba lépettől a pillanattól kezdve. És ugyanilyen keretet képez minden március 15-én a Petőfi téren történő Petőfi Sándor szobrának a megkoszorúzása is a kollégium nevelő és diák önkormányzata részéről. Az összes többi rendezvény az pedig az eltelt három évtizedben alakult így. A kollégiumban lévő felnövekő diák generációk gyarapították, gazdagították mindig valamilyen eseménnyel, tehát ez igazodik az ő igényeikhez, és a célja az az volt, hogy kicsit megbolygassuk a diák közéletet a hagyományápolás mellett, feloldjuk a szürke hétköznapjainkat, egy kicsit, és nem utolsó sorban, ugye mai modern szóval élve, egy kicsit csapatot is építsünk, hiszen közelebb kerülhetnek a, a gyerekek, diákok és a tanárok is, hiszen ez egy közös rendezvény. 20 éve vezeti ezt a diákintézményt, 20 éve igazgatója a fiú kollégiumnak, és ez idő alatt ugye, ha jól tudom, akkor ez a fiú kollégium fizikai értelemben is bővült, hiszen szemben Miskolc város Sejemréti város részén lakótelepén ott található a Teleki Tehetséggondozó Kollégium, amely korábban nem tartozott ehhez a Petőfi Sándor középiskolai kollégiumhoz. Ez mit jelentett ez a változás? Hát korábban a Teleki Kollégium megyei fenntartása volt. A megyei önkormányzat volt a fenntartója, és ugye az oktatási rendszerünk átalakításával kapcsolatban került a Krebersberg központhoz, mint fenntartóhoz és üzemeltetőhöz. És adódott az alkalom, hiszen hasonló profilú típusú intézményről van szó, hogy a két intézményt azt összevonják és egy intézmény egységként működtessék, hiszen a kettő együtt egy olyan potenciális pedagógiai erőt jelent, amit úgy gondoltak az akkori döntéshozók, hogy ezt ki kell használnunk. Hiszen a teleki tehetséggondozó benne van a nevében is, hogy tehetséggondozó, tehát az János Tehetséggondozó Program van résztvevő, hátrányos helyzetű diákok fejlesztését szolgálja, a Földes Gimnáziummal partnerként közreműködve. A mi kollégiumunk pedig a tehetséggondozásnak másfajta irányait, egy speciális irányát vállalja fel. Egyik központi ilyen irányunk a sport-tehetséggondozás, hiszen lehet látni a program hétben is, hogy rengetegféle sportrendezvény van. Van benne városi sportrendezvény is, városi kollégiumok közötti sportrendezvény is. Például a szerdai nap folyamán lebonyolításra kerülő városi sportlövész emlékverseny, amelyet a alapító tanárunknak, aki először ezt a versenyt létrehozta, megszervezte, Molnár tanárúrnak a tiszteletére Molnár László emlékversenyként rendezzük meg harmadik éve. Én azért hoztam szóba a két kollégiumnak az összevonását példaként, mert ugye utalt arra, hogy bevonták a majdani diákok, a majdani kollégisták ötleteit, elképzeléseit, hogy még gazdagabb, még színesebb legyen az ilyen jellegű rendezvény és találkozó. Hát akkor ez biztos, hogy szép példa erre, vagy ez az összevonás is példáza, mert többen, mert többet tud alkotni, többet tud hozzátenni. Így van, hiszen több diák, több tehetséges diákból sokkal nagyobb és szertágazóbb programokat tudunk létrehozni ahol ők be tudják mutatni a tehetségüket, ki tudják magukat próbálni, és a két intézménynek, a intézmény egységnek az együttműködése az, az évről évre fejlődik. Hiszen most is csak hagyj meg, hogy a Petőfi emlékünnepségen is a telekis kórus, illetve a telekis lányok szerepeltek, és a éves munkatervünk is úgy került összeállításra, hogy a két kollégium ugyan szakmailag önálló, de a két kollégium nevelési munkatervében vannak olyan események, amelyeket közösen valósítunk meg. Például ilyen a közös csacsiavató, amikor az elsőseinket úgymond játékos formában a kollégium polgáraival fogadjuk, de ez is egy közös rendezvény. Ez hasonló lehet az egyetemisták balekavatójához? E, igen, igen, de azért egy kicsikét, hogy mondjam, tehát konszolidáltabb formájú, nem annyira vad nyilván, de a játékosság, a jó hangulat, a poén, ez ami dominál. Egyébként a diá diák önkormányzat állítja összenek a programját, azért a véleményünket kikéri, hogy mi az, ami ebbe még belefér, vagy mi az, ami nem esetleg a programba, de nyilvánvalóan a diák önkormányzat hathatós és aktív közreműködésével készül ez, a, ez, az esemény. De még említhetnénk ilyet például a közös Mikulás parti, minden éven van Mikulás parting vagy a közös karácsony ünnepséget, amit a telekiben szoktunk megrendezni, ugyancsak a két kollégium résztvevőivel, diákjának közreműködésével, de a Valentin napi bálunk is közös, csak a két kollégium diákjai vesznek rajta részt. Szóba hoztam azt is, hogy ön 20 éve vezetője ennek a kollégiumnak, és azért, mert nagyon kíváncsi vagyok valamire. Ugye egy kollégium időről időre átmeneti otthona a diáknak, tehát jön és megy. Egyfajta állandóság azonban van, íme itt van ez a Petőfi emlékműsor is, emlékhét is. Hogy lehet például ezt a diákokba az idő alatt, az alatt a néhány év alatt elültetni, hogy lehet őket egyáltalán erre nevelni? Egy olyan változó társadalomban, amikor ugye síralmas képeket is kapunk bizonyos felmérések során, hogy mennyire nincsenek tisztába a diákok a hazai nagyjainkkal, eleinkkel, költőinkkel, íróinkkal, nem csak a nevük hallatán, hanem a nevek és az általuk produkált korszakalkotó művek összekötése során is. Mert Petőfi egy olyan név, és az ő munkássága olyan, amit nekünk, és akit nekünk őrizni kell. Hogy tudják ezt a fiatalokba átadni? Tulajdonképpen a Petőfi előtti Tiszteltadás jegyében jöttek létre ezek a hagyományaink. És ugyan Petőfi áll a középpontjában, de Petőfi név alatt többféle rendezvényt lebonyolítunk. Tehát nem csak az évfúrló kapcsán egyébként, hanem évközben közben hanem, hanem évközben nevelési munkatervünk szerint, hagyományos jelleggel minden évben Petőfihez köthető rendezvényeket, Petőfinek címkézet nevezett rendezvényeket bonyolítunk le. Mindenek előtt itt a programban is benne van a Petőfi vers és prózamondó emlékverseny. Ez egy városi kollégiumok közötti verseny. Ezen például egy kötelező Petőfi vers mellett, bármely más költészeti alkotással indulhatnak a diákok, de Petőfi néven rendezzük meg például a csacsiavatónkat, a városi bajnokságban például a különböző eseményeket is, és nyilván ezeknek a rendezvényeknek a, a célja a fiataloknak a nevelését szolgálja, részben a közösségformálás, részben pedig a és generációjának a hősieségének a hangsúlyozásával, a nemzet és hazafias nevelés is a célunk ezzel. Tehát, hát ez azt jelenti, hogy a márciusi ifjakról, a 48-as eszmékről, petőfi által, a petőfi révén, vagy petőfire emlékezvén újabb ismereteket szeretnek. Ez persze nem elsősorban egy kollégium feladata, hanem az oktatás Iskolájé, de a nevelés feladata is. Így van. Egy iskolában ugye elsődlegesen az oktatás dominál. Mondják azt, hogy a szülő neveljen, az iskola oktasson. A kollégium ennek a kettőnek kicsit az ötvözete, meg a fordítotja. Mi inkább próbálunk nevelni, illetve emellett az oktatási funkciónk pedig az, hogy az iskolai felkészülését a gyerekeknek, diákjainknak akár legyen az egy hiánykompenzáció felzárkóztató jellegű, vagy legyen egy kifejezetten tehetségfejlesztő kibontakoztató foglalkozás, ezt elősegítsük. Tehát nekünk a tanulás segítés egy nagyon fontos feladatunk, de emellett legalább ilyen fontos a gyerekek nevelése érdekében kifejtett tevékenységünk. Ezen belül pedig, és köthetően pedig a nemzeti hazafias nevelés, a magyarság tudat erősítése, annak az erősítése, hogy jó magyarnak lenni, ez az ország a mi hazánk, ezer év a mi hazánk, ezért a nép a vérzivataros időszakokban nagyon sokat tett, és erre nekünk jogunk van, hogy itt lehessünk, és jogunk van arra, és kötelességünk, hogy a magyar nemzeti hagyományokat, kultúránkat, történelmünket ápoljuk, tiszteljük, becsüljük és átadjuk a további generációknak. Na igen, ez az a bizonyos közös feladat, ugye egy család és iskola közötti feladat, amelyben meg kell találni egy arányos középutat tulajdonképpen, mert otthon az ember a gyerekét nem úgy neveli hazafiasságra, hogy azt mondja, hogy már pedig gyerekem, te most neked szeretni kell a hazádat, és meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy, hanem történetekkel, példákkal, esetleg a nagypapa történetével, családi történetekkel. Megint más a feladata az iskolának. És valóban a kollégium az, amely a kettőt valami módon szintézisbe kell, hogy hozza. Úgy, hogy ne sérüljön se az egyik, se másik, nek hát valamiféle pluszt is hozzá tegyen, és ez nem kis felelősséget jelent. És nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy különböző csoportos foglalkozások keretein belül kiemeljünk a történelmünkből olyan személyiséget, akiket példaként lehet állítani a fiatalok elé. Hát ennek a célja az, hogy kialakuljon bennük a közösséghez való tartozás mellett a személyes áldozatvállalás, az elkötelezettség a magyarság iránt, ez egy nagyon fontos dolog, de hát erre Petőfi a leges, -leges legjobb példa talán, hiszen életét áldozta a magyar szabadság oltárán, de ugyanúgy a 13 mári vértanút is említhetnénk, hiszen az is példaértékű lehet a számukra, hogy igen, ilyen magyar emberek voltak, és képesek voltak a saját személyes életüket, személyes sorsukat alárendelni egy, egy közös ügyért, a magyarság ügyért.